húsvétkor bontjuk. Hát az új kályhának a alapjai itt láthatók ebben a kettőben, mármint egyes fázisai. És ebben a három vödörben pedig már látszik, hogy ebből újra kályha lesz. Nagyon jó, szépen szétolvad és újra mehet. Na, egy napi bontás utáni állapot. De azért érdekes, mert most közelítünk ahhoz, ami az eredetileg filkályha, amit a dán mestertől tanultunk. Az átlagos kályhánál, mint amit a Péter épít, vagy mint amit mások építenek, ott kívül téglaburkolat van. Itt most ennél az egyik különlegesség, hogy nem téglaburkolat volt, hanem az a sár, amit kint láttunk. Ez különlegesség, hogy itt volt nekem ez a fűtött pad. Látszik, hogy itt volt a füst ide felment, ezt fűtötte. És aztán itt most nem látszik már, de a lukból észre lehet venni, itt volt egy cső, azon is lehet ülni, és ott megy ki a füst. Arra felé. A hagyományos kályhánál, mármint fénykályhánál, itt kell, hogy legyen a mondjuk a kéménynek, és ott kimegy egyenesen. Ezzel szemben, ez egy sok szempontú kísérletes kályha volt, tehát a belseje úgy néz ki, mint ahogy eredetileg ki kell nézni, de a kijövő füstöt már egy kicsit meghűtöttük ezzel, utána átment ott is meghűtöttük, azon is egy ülőke volt rajta, és utána a fürdőszobában pedig még tovább hűtjük, ott még egy vízmelegítőn is keresztül megy. Volt, látszik, hogy ez sem a kályha, mármint a hagyományos kályhának nincs ilyen része, de egy kísérlet volt, hogy vizet áramoltatunk már, mint elviszünk vizet, és akkor azt valahol máshol használjuk a házban fűtésre, de végül is ezt nagyon hamar lemondtam erről, tehát nem sokat használtuk, mert zavarta a szivattyúnak a hangja. Ez a két cső is egy kísérlet volt, de a tetőtérben van egy 400 liternyi víz, és annak ez volt a hőcserélő, mármint itt ment fel a meleg víz, itt megjött a tűt, a vissza, hát hogy az volt a dolga, hogy ott fönt tartsa valamennyi meleget. De azt is egy-két év után már nem használtuk. Na, tehát ez lényegében a fénykályha része, és ha már itt vagyunk, de nem biztos, hogy még egyszer találkozunk így a videóval, akkor gyere ide a túloldalra. Itt meglátjuk az új kályhának a csíráját. Mert az új kályha, ami ide épülni fog, az két kályhalogikának a keresztezéséből lesz. Hú, hát ezt most itt már nem is könnyű megmutatni. Itt van az én második típusú kályhám, amivel a vizet melegítettem az elmúlt 6 évben. Egy nagy sötét lukat lehet csak látni. Tehát az új kályha, az ezt a rakétakályhának hívják, ez meg ugye a finn kályha. A kettő keveréke lesz, ami mai hitem szerint nagyon izgalmas kísérlet. Lesz a új kályha majd ennek a helyén. Na, ez már így is itt vissza. Tehát azért is bontom ezt le, és építek magamnak másikat, mert így lehet a legjobban kísérletezni, ha az ember a saját magán naponta vegyújtok, és naponta érzem, hogy tapasztalom, hogy milyen. Úgyhogy az is biztos, hogy ha ez most fölépül, az új, remélem, hogy hónap múlva készen lesz, akkor biztos, hogy év alatt elavul, mert látni fogom, hogy milyen, amit másképp érdemes csinálni. Hát nem tudom, azzal mész, akkor is lebontom-e, de remélem nem, azt még nem kell tudni. És egyre ez izgalmas dolog várható. Akkor itt a fülőszobában még megmutatom, hogy a füsttel mi lesz. Uh-huh. A finn kályhából a füst az ugye a csövön keresztül eljött idáig, itt följön, itt eljön vízszintesen, és keresztül megy a vízmelegítőn,
és utána itt megy ki. Na most itt a hőmérséklet az sosem volt kézmelegnél melegebb. Látszik is, hogy a sok kondenz víz az itt folyik. Itt folyt le. Ugyan is látszik. Amikor meg a rakétakályhával vízmelegítőként működött, akkor itt jön föl a baromi forró füst, ment át a vízmelegítőn, direktbe melegítette a forró füst és ment ki. Akkor viszont nem tudtam megfogni ezt a csövet, akkor olyan forró volt. Hát látszik, hogy ez volt eddig, az új kályha remélem olyan lesz, hogy egy tűztérrel fogom megoldani a kettőt. A fűtést is, meg a meleg vizet is. Ez a egyik kísérleti érdekessége a következő kályhának. Ez a hőcserélő marad. És nagyon izgalmas meglátni majd, ha például ezt a füstcsövet kiszedjük innen, hogy milyen a belseje. Hogy ennek egy normális kályhánál borzasztó állapotban kellene lennie, mert hogy ilyen 30 fokos füst megy ki, az akkor már minden lecsapódik, kiül, mindenféle történik vele. Hát majd kiderül. A két méteres vízszintes csőszakaszba, amit onnan elszedtem, mindjárt megmutatom, hogy mennyi két-három évnyi használat után mennyi korom volt benne. 2-3 év után ennyi voltam. Különfélek én inkább. Így, belegyelágítsanak. Így. Annyi vágóképed lesz, hogy csak ne.